Drága arany követőim és rajongóim, akkor ezután szeretnék önöknek ajánlani, önöknek, nézd már, mibe vagyok, egy nagyon jó filmet, ez most 1521 Wittenbergben játszódik, nem tudom, hogy ez így megvan-e a Wittenberg, hogy ott mi történt. Hát anyukám, ott ez a lángoló betűk, és képzeld el, hogy hát itt adják ki, ugye itt Luther Márton anyukám így bepuposzít, ugye ez a reformációról szól, az egyházszakadásról, ugye ami németből indult te, mit nem mondjak, jó pofa vagy. És aztán itt ennek a kisfiúnak az apja egy nyomdász, de egyébként YouTube-os, már is mutatom a címet, látod? Storm lángoló betű, 2017-es alkotás. Nagyon jó a film. Néztem az előbb egy másik finn filmet, hát kapaszkodjál meg. Szóval érdemes megnézni, hogy képbe legyél az egész egyházszakadással, a reformációval. Egyébként ennek aztán van később egy másik folytatása, mert nem ehhez kapcsolódik, az meg a Hugenották éjszakája, júj, az negyedik Henrik, az a címe. Na mindjárt rákeresek, ott szerintem csak trélert fogok találni. Tudod, amikor Medici Katalin Margot lányát hozzá akarja adni, ugye, negyedik Henrikhez, és oda csábítják, ugye, Navarra király a negyedik Henrik, és oda csábítják Párizsba, és jönnek föl a hugenották, ugye, ezek a hugenották, és anyukám olyan mészárlás lesz, hogy megörülsz, megvadulsz, tényleg. Ott van a La Reine Margot, az Isabella Adjani-nak a filmje. Na mindjárt lököm be neked a izét, a trélert. Look at me watching the Cilla TV. Na most indítom. Ez a La Reine Margot, tehát ez nem egy mai film. Júj, ez a Vincent Perez is játszik benne, hát az micsoda egy jó képű kani volt. Istenem! Marguerite de Valois. Henri de Bourbon, roi de Navarre. Nézd, és most nézd bele csíp egyet, nézd. Ez volt a oui. Je vous déclare Marie et femme. Pif, itt van, La Reine Margot. France, not one, 1572. Úgyhogy ezt még javaslom neked. Ki van itt puposzítás? És ez az ugenották éjszakája. Ja, nézd meg a legyilkolt ugenották. Borzalmas volt. A Medici Katalin stuffolt föl mindenkit, hozzá kell tenni. Isabella Adjani. Ott van Vincent Perez. Daniel Auteuil. Voilà. Nézd meg ezt, milyen jó néz ki. Zanya úristenit. Tényleg jó film. És azt hiszem, a Daniel Auteuil is játszik benne. Ja, hát ott van angol feliratta, jó pofa vagy. Jó, úgyhogy akkor ezt a hétvégét, anyukám, az Úr napját a reformációval fogjuk eltölteni. Na, érde nézzé, már megy a tipi-tapi. France en 1563. Non. Petit royaume de Navarre, tu vois, ez a pici Navarra királyság a Pireneusoknál. Ez most már teljes film, anyukám, negyedik Henrikről, de pupos. Ez a Nostradamus, az most már leborul előtte. Óriási háborúba állnak majd a francia királysággal. Itt van a Medici Katalin, oda néz az öreg asszony. Mert tudod, ekkor a Valois ház van uralmon. De hallgassad, figyeljé. És akkor, na ő a izé. Henri, nézd meg. Na itt van ez a Szent Bertalan éjszaka, erre, ez a hugenották éjszakája. Nézd meg, és itt van a izé, mert hát ugye elkísérték a hugenotta. Erre mondja azt negyedik Henrik. Tudod, hogy
Paris voit un mess, ez a király. Ottan frère de Charles IX, 9. Károly testvére. Hát anyukám, ezt tudom neked a hétvégére, vagy erre a szép vasárnapra javasolni, ha nem akarsz kimenni a napra, mondjuk inkább taka ki a napra, mert olyan szép idő van, hogy akkor a 4. Henriket is meg tudod nézni. Ez is anyukám, YouTube-on van, csak franciául, úgyhogy megőrülsz, megvadulsz. Ott van. Henri IV film complet en français. C'est... Na, tessék, a Kati néni anyukám, aki az egészet... Akkor még egyszer mondom, érted, a Storm, vagy milyen fene volt a címe, lángoló betűk, La Reine Margot, Margot királyné, és 4. Henriket, ja, Jézusom anyukám, ezek itt ütik, verik egymást. Ez, mondom, a reformációról tartsuk akkor ezt a hétvégét meg. Bármi kérdés van anyukám, taka föl a Google-be, jó? Engemet te hagyol békében. Ne ragudjál már. Jó, hát akkor ilyen puposításban leszünk. Jó pofa vagy. Na, legyen szép a vasárnapod neked. Hát a Silicon Carne az nagyon csúnyán néz ki, viszont nagyon finom, de azért úgy néz ki, hogy a Sanyikáé lesz. Jó? Úgyhogy taka, 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 taka. Jézusom, arany követő, rajongó, bekövető, elkövető, te kiárási tilalom ide-oda, hát elrohantam a masszázsra. Ott felejtettem a olvasó szem, az előkelőt, az deoptikászat anyukám. Jó, van egy másik otthon, de hát ne haragudjál már. Érted? Hát te, csak nekem 8 óra, 20 óra, 00-kor be kell gurulnom a garázsba. Ha nem édesem, akkor várnám a böri. Hát jó pofa vagy. Mondjuk állítólag a kocsi az izé, az csak az utcán való flangálásra nagyon tilos. Ja, Istenem, mi? És most néztem, kapaszkodjál meg, érted, hogy az áldott miniszterelnökünk a keresztény szeretetben is megáldott a gyengék és segítők megsegítője, már meggyújtotta, érted, a gyertyát, érted, az advent első napját, mert ma van első, így néz ki. Így eszét meg. Mindjárt megmutat. Én is ugyanígy akarom meggyújtani nemzetibe. Érted? Nemzeti gyertyagyújtást mindjárt csinálja a Cilla. Képzelni, hogy nem tudod, hogy neki ilyen csűfésze van. Jobb a csűfésze neki, mint nekem, érted? A kereszténység, a jóság és az áldott, érted? A menekültek és a betegek megóvója is, érted? Vigyázója. Ő is már gyújtsa a gyertyát, érted? Én meg még sehol, mert én meg flangálgatok a városba. Rodázom át a Margit hídon, érted? Már a Lili masszázsja. Hát szóval ne haragudjál már, mikor már ott kellene lennem. Mennyből az angyal. Ebbe, érted? Én meg még nem, a csűfésszel gyújtom a gyertyát, figyeljé, kapaszkodni fogol, most megmondom. Taka le előlem, majom! Anyukám, megérkeztünk, itt vagyok, Jézusom, 6 perc, jó, Jézusom, azt nézd, tididi, van rendőr a hátunk mögött? Nincs, jó, nyugi, itt vagyunk, megérkeztünk a garázsba. Jó Isten, megáldjon téged, mindjárt jövök a stúgyertyagyújtásszal. Mika, ne idegeljél, mert hát nincs itthon gyufa, nem tudok adventet gyújtani, az anyád úristen itt. Hát jó pofa vagy, itt idegelsz engem. Nem tudom, hogy Benjamin, ezt föl kéne szerelned. Sanyika, nincs itthon gyufa, hogy fogok én most így adventi gyertyát gyújtani? Hát ne, te a kabátomat nem dobom le, hol van egy gyufa? Jézusom, áldott létte az asszonyok között, sehol egy gyufa, te sehol, olyan ideges vagyok, érted? Hát mi lesz így? Hát jó pofák van, gyufát kell találnom, ha addig élek is, hol van a gyufa? Ez gyertyagyújtás szabályai, csűfész, gyufával, jó, már is csinálom. Hülye gyertya, úgy akarom csinálni, ahogy a főnő. Nem hiszem el. Jézusom. Várjál már. Na, így volt az egész koncepció. Tisztelt követőim, rajongóim, honfitársaim.
A mai nappal meggyújtottuk az első adventi gyertyát, a hajunk takába került. Viszont azt olvassuk el, hogy mi is az az advent. Jó, hogyha egy kicsit így meg lennél csúszva. Anyukám, találgathatod, hogy a nicsakba kikivel van. Azt mondja, a keresztény kultúrkörben a karácsony napját december 25-ét megelőző negyedik vasárnaptól görög katolikusoknál... Ki? Hatodik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig január 6-ig tart. Advent első vasárnapja, amely Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Várjál, kialak borzalma. Nem a kialakul, a hajam borza. Fel is lököket szapkát, most ne haragudjál már. Már ez ebbe lesz. Gelsz anyukám. Ez answer.hu. Azt mondja, a kialakulása. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. A gallikán liturgiában a vízkeresztkor január 6-án tartott felnőtt keresztelésre előkészítő 4 hetes időszak volt. Az 5. században a karácsony vált jelentősebb ünnepé, ezért ehhez kötődött az először 6 hetes, majd Simplicius pápától kezdve 4 hetes formája. 7. Gergely pápa 4-ben határozta meg az adventi vasárnapok számát. Liturgia. A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila. Nem tudom, hogy ezt láttad, de a miniszterelnök úr gyertyáján. 3 lila, 1 fehér. Nála úgy van, nálam anyukám. Még egyszer, a katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila, amely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Adventi lelki felkészülés időszakára 3. Ince pápa rendelte el a lila miseruha használatát. Jön egy tűfész néha, ne lepődj meg! Hülye, elröhögő! Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozódik. Advent 3. vasárnapján, örömvasárnapon, Gaudate vasárnap az Úr eljövetelének közelségét ünneplik. E nap liturgikus színe legtöbb helyen a rózsaszín. Ezen a napon a Szent... Júj, nem is fehér rózsaszín, Jézusom, bocsáss meg! Ezen a napon a Szent Misa kezdő éneke, a Gaude Domino kezdetű, a Filippekhez írt levélből. Örvendjetek mindig az Úrban, mert az Úr immár közel van hozzánk. A 7. században a karácsony előtti 9. napon kezdték énekelni az ó antifónáknak nevezett gregorián énekeket. Ekkor hajnali szentmisét tartottak. Nevük onnan ered, hogy ó felkiáltással kezdődnek ezek. Ó, bölcsesség, ki fölségesnek szájából származol, ki a mindenséget egyik végétől másik erősen átfogol. Jó, ezt nem éneklem el, majd berakok neked, ugye? De hol van anyukám az, hogy itt naposzok? Szokás, na még van egy rész. Ebből a hajnali szentmiséből alakult ki a középkorra, Közép-Európában a minden adventi hétköznapon megtartott hajnali mise, roráté. Ezt jellemzően 6 órakor tartják, de ez nem előírás, létezik ennél korábbi, hála a jó Istennek, vagy későbbi kezdés is. E szertartásokon különös hangsúlyt kap Szűz Mária tisztelete és a karácsonyi várakozás. Pillanat, jövünk! Adventi koszorú. Az adventi koszorú ősét 1839-ben készítette Johann Hahn Weichren, németalföldi evangélikus lelkész. Egy örökzölddel díszített szekérkeréken 24 gyertyát helyeztek el, melyek közül minden nap egyel többet gyújtott meg karácsonyig. Hát gondolom ez sokba került. Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített köralakú koszorú, melyet 4 gyertyával díszítenek. A gyertyákat vasárnaponként, vagy előző este gyújtják meg, minden alkalommal egyél többet.
A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusba a várakozónak ad karácsonykor. Mutatom magát a koszorút. Íme az eredeti koszorú, és íme a miénk. Hát anyukám, itt nem lila egy rózsaszín. Édesem, taka! Nagyon szép advent vasárnapot kívánok mindenkinek, én is, és a pipi húsos táska is, apának szerelem gyermeke. Nyelvedek, ne izéljed már. Ornyalást kérek, Sanyika. Pipike? Úgy köszöntem. Nagyon szép adventet, gyermekeim, az Úrban.